2004-et írtunk, amikor ez a film, amelynek részleteit most látják, megnyerte az első ízben kiírt filmes játékot, melynek lényege az volt, hogy 24 óra leforgása alatt kellett meghatározott elemek felhasználásával filmet készíteni. Az ötlet egyedülálló volt akkor a maga nemében, a kitalálója Kindl Gábor volt. Valamikor innét a Prometheus Parkból indult 2004. május 1-2. Az volt a pillanat, amikor ugye Magyarország az Európai Unió tagja lett, és akkor gondoltam én, hogy kitalálunk valami olyat, ami tényleg különleges. És akkor meghirdettük a 3 perces rövidfilmes játékot, ami akkor teljesen újnak számított. És mikor felhívtam Jancsó Miklós bácsit, akkor azt mondta, hogy ezt nem szeret megcsinálni 24 óra alatt, meg 3 perc alatt filmet, akinek ugye a snittjei hosszabbak voltak annak idején, és aztán a végén mondta, hogy hát tényleg meg lehetett csinálni, és hogy a gyerekek tudják a dolgokat, és neki is tetszett. És aztán későbbiek során is ugye minden generációnak, akik filmek foglalkoztak, rendezők, Irzsi Mensze, aki ugye többször járt itt Szexádon pontosan a film kapcsán, filmes játék kapcsán, tehát neki is tetszett, mert játszani, ugye mindenki szeret, és a filmhez fölállított játékszabályok, azok a fontosak ebben, ugye, hogy játékot lehet belőle csinálni. A játék azóta is folyik, újabb és újabb témákat feldolgozva. Nagyon sok minden változott. A technikai megoldások, egyáltalán 2004-ben még úgy volt, hogy Szexádon kellett leforgatni a filmeket, 3 pontot kellett beleépíteni a kisfilmekbe, és hogy a filmek 3 percesek voltak. Ma már lényegesen rövidebbek a filmek, tehát maximálisan 1 percesek, hiszen a világ ennyire változott, például a film nézési szokások. Technikai megoldásokban hát teljesen mindegy, hogy ki mivel veszi föl, hiszen kitűnő kamerák vannak a telefonokban, a fényképezőgépekben, a hagyományos videókamerákban, tehát azokkal minden meg lehet valósítani. Viszont egy dolog nem változott. És ezt mindig a rendező kollégák, meg a filmes kollégák kihangsúlyozzák a zsűrizésnél is, hogy nem a technikai megoldás számít, még csak nem is annyira a képi megoldás számít, bár fontos a filmnyelvnek a korrekt alkalmazása, ugye az csak jobbá teszi a filmet, hogyha ismerik a filmnyelvét, hogy hogyan kell filmet csinálni, viszont az ötlet, tehát itt mindig az ötletből kell kiindulni, hogy van egy jó ötlet. Az évek során a legnagyobb változást hozta, hogy ma már nemzetközivé nőtte ki magát a játék. Azért akartuk megcsinálni az idén, hogy a következő években ez valóban egy világjáték legyen, hogy itt is megjelenik, ott is megjelenik, gyerekek bekapcsolnak, fiatalok bekapcsolnak, idősebbek, akinek van egy ötlete. A zsűri meg olyan nagy, amilyet akarunk, ahogy látjuk, hogy a regisztrációk vannak, hiszen a háttérben nagyon sokan dolgoznak, azok, akik a neve nem is szerepel jelenleg a weboldalunkon, de úgy itt vannak velünk, mert azt szeretnénk, hogy egy Magyarországról, egy Szexárdról induló világjáték legyen, aminek a teljes összeállítása az itt született 2004-ben. Az idei esztendőben a filmeket a környezetvédelem és a környezettudatosság jegyében kell majd leforgatni. 13-ban volt az első, ami környezetvédelemmel foglalkozott, akkor már bekapcsolódott konkrétan India, Kína és a többi nagy állam és nagy kontinens, mint Ausztrália, Új-Zéland, és ugyanígy van most is. Tehát ezek a kontinensek, tehát minden kontinensről érkeznek filmek, tehát már van regisztrált filmünk Ausztráliából, Kínából vannak, indiaiak erőteljesen, az Ázsiai Filmakadémia. És hát nagyon fontos, hogy nekünk, ugye elmondom, hogy nekünk, hiszen Szexádon rengeteget járt, és az első 24 órás filmnél is jelen volt velem a New York Egyetem professzora Kár Bárdos, aki ugye innen Magyarországról származik, és a New York Egyetemnek az egyik kiválósága, és a mobiltelefonos filmezés pápájaként emlegetik a világban. Most is itt lesz velünk, most is segíti, és nagyon sok ismert filmes kapcsolódik be a világból és Magyarországról. A rajt pillanatáig lehet jelentkezni, április 17-e, szombat délelőtt 10 óra, mindenhol a helyi idő szerint 10 óra. Ez azért érdekes, mert vannak úgynevezett pontok, amiket be kell építeni a filmbe. Lehet, hogy egy kék papírlap, vagy egy törött, nem tudom, tányér,
De a játékban résztvevőknek ezt be kell építeni a maximálisan egy perces filmjükbe, és ezt a rajt pillanatában tudják meg. Tehát ez akkor fog megjelenni az ő időzónájuk, illetve a címükön, a regisztrációs címükön meg fog jelenni ebből három, amiből egyet bele kell építeni a filmbe. És ugye, hogy ezt filmesen logikailag is be kell építeni, tehát nem csak valahol, mit tudom én, egy repülő madár, ha pitta, az az egyik pont, nem csak, hogy úgy elrepül valahol a semmibe, hanem van funkciója. Tehát annak az elemnek kell, hogy legyen funkciója a filmben, tehát egészen a rajt pillanatáig, április 17, szombat délelőtt 10-ig lehet jelentkezni.